Közelebb került Észak-Magyarország és az Észak-Alföld a fővároshoz, már ami a vonatközlekedést illeti. Néhány napja ugyanis több vonalon új menetrend lépett életbe. Utasbarátabbá vált a Püspökladány-Debrecen-Záhony vonal menetrendje is, elsősorban a reggeli időszakban, amikor is sűrűbb és ütemesebb közlekedés biztosít a MÁV Start. Debrecenből Nyíregyháza felé minimális módosítások történtek a reggeli csúcsidőben, így fontos, hogy nem megszokásban menjünk ki az állomásra. Munkanapokon pedig új járatok is indulnak Püspökladány és Záhony között. Azokat a vonatokat közlekedheti most már minden munkanap, amelyek eddig csak tanítási időszakban közlekedtek, tehát például pont ez az őszi szünet, ez érintett volt az eddigi időszakban. Voltak olyan vonatok, amelyek például ezen az őszi szünetben nem közlekedtek. Október 25-től ezek a vonatok már minden munkanap közlekednek Püspökladány-Debrecen-Záhony, illetve a Debrecen-Záhony útvonalon. Ezek jellemzően délutáni vonatok, és így munkanapokon továbbra is biztosított az átszállásmentes eljutás. A debreceni fővonal felújítása egyébként jelenleg is tart, a tervek szerint december 12-ig az új menetrend életbe lépéséig. Addig egy minimálisan módosított ideiglenes menetrend lesz érvényben. A karbantartások pedig 2021-ben is folytatódnak Debrecen és Nyíregyháza között, az úgynevezett lassú jelek megszüntetésével. Ami azt jelenti, hogy ugye eredetileg 120 km/h sebességgel lehet ezen a vasútvonalon közlekedni, de mivel nagyon komoly igénybevételnek van kitéve mind a személyszállító, mind pedig a teherszállító vonatok kapcsán, ezért elhasználódik a pálya, és úgynevezik, hogy pontszerű lassú jelek sebességkorlátozások vannak érvényben, 80-as, 100-as, 60-as sebességkorlátozások, amelyek növelik a menetidőt, ezt szeretnénk megszüntetni a jövő évben. A kormány a nyár végén összesen 32 milliárd forintot biztosított 20 kötött pályás fejlesztés előkészítéséhez, tervezéséhez. Ennek keretében készülhetnek el a Debrecen-Nyíregyháza szakasz korszerűsítésének terve is. A hazai közlekedés fejlesztés célja közben az, hogy minél több autós vegyenek rá, arra, hogy kocsijuk helyett közlekedjenek inkább vonattal vagy busszal.